Én is mindenkit, minden kedves jelenlévőt. Református Egyházunk diakoniai központjának igazgatójaként talán számomra se lehet nagyobb öröm most látni, mint most látni ezt a nagy csoportot, ezt a nagy sokaságot ezen a napon. Azt talán még nagyobb öröm, hogy több korosztály is képviselve van itt a jelenlévők között. Egy bizonyos fokú befektetésnek úgy látszik lett eredménye, a hívásra jött egy válasz, lett érdeklődés, és egy csoport, illetve főleg a szervezői úgy döntöttek, hogy bekapcsolódnak ebbe a feladatba, be a diakóniai és szeretetszolgálati feladatba. Van viszont egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, akkor sem, hogyha ilyen örömmel lehetünk itt. Egy valami ne kerülje el a figyelmünket most sem, hogy Isten dicsőségére ajánljuk fel ezt a mai napot, ennek a mai napnak a szolgálatát. Ne felejtsük el, hogy mind amellett, hogy községünkért, környezetünkért, hogy a püspök úr említette az iskola környezetéért munkálkodjunk, ne felejtsük el azt, hogy Isten dicsősége legyen mi előttünk a legfontosabb mindezek mellett. Azt mondja az ige, mindenkor buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való. Ha az Úr dicsőségére szolgálunk, akkor megáldja ezt a munkát, amit ma elkezdünk. Ha az ő nevét áldja a mi munkánk, akkor majd megáldja gyümölcsökkel, további folytatással. Láthatjuk, kaptunk szép időt, biztosan ez sem véletlen. Használjuk ki így ezt a napot sok-sok hasznos dologra. Én kívánom a csoportnak, hogy elvégezze a kitűzött feladatot jó kedvel, a szép idő kitartásával. Elköszönök lassan viszont látásra, és ijedtek Nagymegyerre, ahol szintén remélhetőleg egy ilyen csoporttal majd mi is a mai napon elvégzünk egy feladatot. Köszönöm.